létszámcsökkentés a vállalatnál, és ha igen, akkor milyen okból? Határozott válaszolva nem, nincsenek erre vonatkozó terveink. Látható, hogy a szakszervezet 10% körüli emelést akar, míg az Audi Hungária eddigi legmagasabb ajánlata 6,5% volt. Hogy látja igazgató asszony a helyzetet? Köszönöm szépen a kérdést. Bízom abban, hogy mindkét fél azon dolgozik, hogy a tárgyalóasztalnál határidőig lezárjuk a tárgyalásokat. Konstruktívan dolgozunk ezen. Azt engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy vállalatunk alapítása óta kiemelt vérezéssel megbecsüljük és elismerjük a kollégáinkat. Az elmúlt 5 évben a jövedelmeink csak nem 100%-kal emelkedtek. Ezt a véremelési ütemet ebben a tempóban nem fogjuk tartani ilyen mértékben, mert ez azt jelenti, hogy Európában, különösen Közép-Kelet-Európában a telephelyekkel nagyon erős versenyben vagyunk, és az a cél, hogy közép és hosszú távon termékeink itt maradjanak Győrben, és ezek növekedjenek, emellett viszont a foglalkoztatásunkat biztosítani tudjuk. Ezért fontos az, hogy ebben az évben egy fordulóponthoz érkeztünk, amelyik közösen azon dolgozunk, hogy megfelelő, elismerő vérezés mellett hosszú távú kiterheltséget a gyárnak, és ezáltal foglalkoztatást tudjuk biztosítani. Az Audi Hungária terveze harmadik országból érkező vendégmunkásokat alkalmazni. Jelen pillanatban ilyen terveink nincsenek. Ismerem és tudom, hogy így Győrben több cég már elindult ezen az úton. Említettem már, és engedjék meg, hogy ismételjem önmagam, gyakorlatilag az a hosszú távú tárgyunk, hogy a több mint 12 000 munkavállalónak közép hosszú távon itt biztos foglalkoztatást tudjunk biztosítani. Képzett és rugalmas kollégáink vannak, és mindenképpen az a cél, hogy az SCC területeken az új hajtás és jövőbeli autó gyártás területeinkkel tudjuk őket hosszú távon foglalkoztatni. Ezen dolgozunk, 50 és a 12 000 ütegyárat. A Cupra 6 évvel ezelőtt jelent meg önálló márkaként a piacon, és azóta évről évre növeli a darabszámát és a piaci részesedését. Tavaly 231 000 autót értékesítettek világszerte, ami 51%-os növekedés 2022-höz képest. Nem hiattos, optimisták vagyunk a megrendelésekkel kapcsolatban. Hozzátartozik még, hogy a Cupra Terra már egy nagyon gyönyörű, emocionális SUV modell, amire jelenleg lényegesen nagyobb az ügyfél igény, mint egy klasszikus sportautóra. Összességében emiatt egy komplett darabszám növekedésre számítunk a gyárunkban. A márkának a piaci bevezetése az év második felében várható, de úgy gondoljuk, hogy az installált kapacitásaink és a rendelkezésre álló erőforrásaink elegendőek a megemlegedett igények legyártására.